Сталин. Преодолеть пространство и простор нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Josif Vissarionovics Dzsugasvili, vagyis Sztálin, az acélember, 1879. december 21-én született a grúziai Goriban. Gyerekkorában az apjától egy kötekedő, iszákos vágyakkal teli susztertől kapott sorozatos megaláztatásoktól, megpróbáltatásoktól és ökölcsapásoktól szenvedett, mert a suszter álmait meghiúsította a hideg valóság. Édesanyja, aki mosónőként dolgozott, igen szerény anyagi helyzetük ellenére a családban akadt problémákat mindig ügyesen megoldotta. Josif, a négy gyerekes család egyetlen megmaradt sarja, nagyon öntudatos volt az alacsony társadalmi helyzetéhez viszonyítva, és ford benne a düh a gazdagokkal és a feudális előjogokkal rendelkező helyi földesurakkal szemben. Az édesanyja a kis Josifot papnak szánta, ezért 9 évesen szeretett fiát beíratta a gori papi iskolába, majd a tifliszi papi szemináriumba. Josif hamar rájött arra a tényre, hogy a szertartásoktól teljesen eltérő képek futottak át nagyon sok bennlakó fején, és igen lelkesen alkalmazkodott a papnevelte zendülő légköréhez. Féktelen szeretet élt benne Grúzia földje iránt, de gyűlölte az elnyomó oroszokat és az elnyomás minden más fajtáját. Többek között azt is, hogy betiltották Darwin, Mill és Csernyisenszki könyveit. Eképpen a nacionalizmus lett a törekvő zendülő első iskolája. Időközben a munkások felfedezték az erejüket és megszervezték az első sztrájkokat az új szocialista és marxista eszmények zászlaja alatt. A kettős élet, melyet a forradalom és a papnevelde nyújtott neki, megszűnt, mikor kirúgták az iskolából. Életének következő pár hónapjáról semmilyen adat nem ismert. 1901-ben ismét előkerül, és május 1-i tüntetéseket szervez, de a cári rendőrség végül menekülésre kényszeríti. Segítőkész barátainál keresett menedéket, ahol megismerkedett egy édes kislánnyal, Kekével, aki később az első felesége lett. A légkör egyre perzselőbb és feszültebb lett. A sztrájkok és a véres tüntetések száma folyton folyvást nőtt. 1902. április 5-én Josifot, aki időközben felvette kedvenc regényhőse, a kaukázusi hős Koba nevét, letartóztatták és deportálták, de még időben szerencsésen megszökött. A munkások szociáldemokrata pártja ratifikálta a két külön pártra szakadást, forradalmárok kontra néppártiak, azaz Lenin kontra Martov. A lenini frakció a bolsevisták nevet vette fel, vagyis oroszul a többség pártjába tartozók nevet, míg a martovi ideákat osztók lettek a mensevikek, azaz a kisebbség tagjai. Josif a lenini frakcióhoz csatlakozott, és szép lassan magára kezdte vonni a figyelmet. ...1905 az oroszországi forradalom éve volt. Ekkor történt, hogy a cári erők tüzet nyitottak a tömegekre. A lázadás nyílt volt, a cári rezsim pedig ingatag, ezért nagyon hamar megkezdődött az első forradalom, és a kormányzat véres elnyomással igyekezett visszaszerezni hatalmát. A bolsevikok erre úgy reagáltak, hogy gerilla háborút szerveztek, de hatalmas mennyiségű pénzre volt szükség annak érdekében, hogy folytatni tudják a küzdelmet. Megkezdődtek hát az úgynevezett kisajátítások, fegyveres rablótámadások, banktámadások, az értékek elszállítása és a fegyverraktározás. A rablások bevétele a legutolsó rubelig a párt kasszájába került. 1908. márciusában Josifot letartóztatták, és egy évre száműzték. Ugyanez történt 1910-ben is. Két évvel később megszökött a börtönből, és elérte Petrográdot, ahol közreműködött a Pravda megalakításában. E
Egy letartóztatást mindig egy szökés követett. Lenin személyesen javasolta a Sztálin álnevet, melyet Iosif felvett. Az eltökélt és tevékeny férfi tekintélye egyre nőtt a párton belül, mivel felismerték, milyen kiváló elméleti szakember. Majd 1913-ban Sztálint újból letartóztatták és Szibériába deportálták. ...1914-ben Németország hadat üzent Oroszországnak. A cár az ortodox egyház áldásával indult el a frontra. Rosszul felszerelt és rosszul felfegyverkezett orosz katonák ezrei estek el a csatamezőn. Sztálin nyomon követte a háborút. A szibériai hideg némileg lecsillapította a forradalmi tevékenységét. Az orosz hadsereg az egyik vereséget szenvedte el a másik után, és a fronton a helyzet napról napra rosszabb lett. ...1917. februárjában a háború abszurd vérengzései és az éhség arra kényszerítette a szentpétervári nőket, hogy elfoglalják az utcákat és kenyeret követeljenek. A munkások a műhelyekből azt kiabálták, fejezzék be a háborút. Az első kommunista parlament. 1917-ben két forradalom volt. A demokratikus forradalom februárban, amelyik megbuktatta a cári önkényuralmat, és az első alkalommal adta meg Oroszországnak az alap polgári, politikai és szakszervezeti szabadságot. És a kommunista forradalom októberben, amely nagyon rövid idő alatt eltörölte ezen szabadságokat. Sztálin Petrográdba, a volt Szentpétervárra érkezett, és egy lehangoló politikai, ideológiai káoszban találta magát. Átvette a Pravda vezetését, és egy óvatos, békéltető politikába kezdett. Vele szemben Lenin nyíltan ócsárolta a megalapított kormányt, és a nép előtt burzsoának titulálta azt. A néphez szóló beszédeiben a szociáldemokráciát korcsnak definiálta, és kitért rá, hogy a hatalmat a kommunisták kezébe kell tenni. És miután megszervezte a hatalmat, Lenin ráerőltette a kommunista párt diktatúráját a korábbi orosz birodalomra. Erőszakkal feloszlatta az alapítógyűlést. A kommunisták uralma alá igázta a szovjeteket és a szakszervezeteket. Betiltott minden más pártot. Belefogott a társadalom átszervezésébe, államosította a bankokat, az üzemeket és a kereskedelmet. Újra kiosztotta a földeket a parasztoknak, de közvetlenül ezután megkövetelte a mezőgazdasági termények erőltetett előállítását és szállítását, ezen felül megalkotta az első kollektivizált szerkezetet. Az új, felszabadított Oroszország elismerte, hogy az elnyomottaknak joguk van a szabadsághoz. December 18-án Sztálin hivatalosan is bejelentette, hogy Finnország független Oroszországtól. Ez volt a szovjetek nemzetiségi politikájának első megnyilvánulása. Belső káosz, éhínség és a bolsevizmusba vetett bizalom hiánya okozott komoly problémákat és fenyegette az orosz nemzetet. Emberek tömegei hallatták figyelmeztető hangjukat azzal a céllal, hogy rávilágítsanak a nép és az uralkodó párt között kialakult résre. Az ország nagy része tiltakozott. A polgárháború. ...1918-ban tombolt a polgárháború. A kegyetlen összecsapások, a fehér sereg, a monarchisták, a liberálisok és az újonnan kialakult erő a kommunisták között folytak. Ebben az időszakban a faji, a nemzeti és a társadalmi ellentétek előtérbe kerültek, főként Ukrajna és a Kaukázus területén. A munkások elégedetlensége a kemény élet és a munkakörülmények miatt széleskörű volt.
Sztálin a nemzetiségi problémák aktáit átmenetileg félretéve személyesen irányította a búza betakarítási műveletet. A műveleti támaszpont Caricipben volt, a későbbi Sztálingrádban. 1918. júniusában az acélember Moszkvába küldte az első élelmiszer rakományát. Annak ellenére, hogy a bolsevik ellenes seregek erős aktivitást mutattak Caricin és a főváros között, Sztálin eltökélte, hogy helyreállítja a hétköznapi közlekedési hálózatot, ezért a megbízatását katonai küldetésé változtatta. ...1919-ben, amikor a polgárháború véget ért, Sztálin Moszkvában tartózkodott, ahol Trockijjal együtt megkapták az akkori legmagasabb szovjet rangot, az Orosz Föderáció Vörös Zászló rendjét. A pályafutása. Az első film Sztálinról 1922-ben készült. Vezető szerepe volt a párton belül, és így az orosz emberek alaposan megismerhették. Sztálin beszédeit lemezre rögzítették, és ezres példányszámban terjesztették. A lemezek vitték el a vezető legendáját minden faluba, még a legtávolabbiakba is. Sztálin teljes mértékben tisztában volt a média hatalmával. Josif elvtárs elégedett lehetett az elért eredményekkel. Moszkvában lakott a Kremlnél, új feleségével, Nadezhda Alelujevával, akit 1918-ban keke halálát követően vette el. A 21 éves lány a gyakornoka volt, aki gyorsan felnőtt a forradalmi légkörben. Büszke volt a férje tekintélyére, és minden vágya az volt, hogy az oldalán maradjon az új kommunista rendszer kiépítésekor. Sztálin ügyesen hangolta össze bürokratikus hivatalainak gépezetét. Ezek a hivatalok nem voltak túl figyelemreméltók, de kezébe adták a hatalom gyeplőjét anélkül, hogy azt bárki észrevette volna. Mint a nemzetiségek komisszárja, ő irányította a korábbi orosz birodalom népességének felét. A munkások és parasztok vizsgálati komisszárjaként ő irányította az egész kormányzati gépezetet. Sztálin a párt legmagasabb döntéshozó testületének, a politikai bizottságnak is a tagja volt. ...1922. április 3-án a párt központi bizottságának főtitkára lett. Azé a szervezeté, amit Trockij és más ismerte bolsevista vezetők előzése után irányított. Lenin eltűnt a politika szinteréről, miután agybérzést kapott, melyet részleges javulást és súlyos visszaesést követtek. Lenin 1924. január 21-én halt meg. Nagy tragédia volt ez a kommunista világ számára, de nem várt szerencse Sztálinnak, aki látta a korlátlan hatalom felé megnyílt ajtót. Lenin végrendelete Sztálin kemény kritikáját tartalmazta, de a felolvasott szavakat elnyomta az a harsonaszó, amely végigkísérte koporsóját nyughelyéig. Sztálin dagályos beszédeket mondott, és utat nyitott a saját ötletű Lenin kultusznak, mely minden bizonnyal azt eredményezte, hogy a dicsőítés előnyei rá a tanítványra, a kedvencre irányította a figyelmet. Ebben az időben senki nem félt tőle, senki sem ismerte őt annyira, hogy megjósolta volna azt, hogy ez a durva grúz lesz egyszer egy szép napon az Úr mindenek felett. Lev Trockij volt az első számú ellenség Sztálin számára.
Lenin halálát követően az egyik nagy forradalmi frakció képviselője vált belőle. A kommunista párt 13. kongresszusán Sztálin önmagát indítványozta Lenin egyedüli jogos utódjának. Mivel nyíltan szállt szembe Trockijjal, a bolsevik forradalom második számú emberével, ezért Sztálinnak nem okozott problémát azok jó indulatát irányítani, illetve azok támogatását élvezni, akik Trockij dominanciájától tartottak. A Zinovjev-Komenyev-Sztálin triumvirátus megfelelő többséget követelt a politikai bizottságban. A hármak ideológiai szinten módszeresen megütköztek Trockijjal, céljuk az volt, hogy egy szakadár, egy elhajló személyiség jelleme rajzolódjon ki. Az ütközet fegyverek nélküli volt. Mikor Sztálin megértette, hogy a győzelem saját kollégáin múlik, szelídnek mutatkozott, mellyel azt kívánta elérni, hogy ő tűnjön az egyetlennek, aki nem appellál az intrikákra, és aki maradéktalanul elkötelezte magát az ország jólétét biztosító munkának. Sztálin egyetlen intervenciója a Trockij ellenes vitában mesterhúzásnak bizonyult. Lev Trockij permanens forradalmával szemben előállt az egyesített szocialista ország ideájával, kihangsúlyozta Oroszország roppant erőforrásait, és ezzel megszületne a szocialista jólét az országban. A Szovjetunió. Ez a nagyszámú nemzeteket és szerfelett különböző etnikai csoportokat egyesítő szövetség a korábbi orosz birodalomból alakult. Az oktatási programmal rendkívüli eredményeket értek el. Egy fenyegető kapitalista világ közelében Sztálin és a párt többsége szerint az országnak csak a saját erőforrásait kellett kiaknáznia ahhoz, hogy egy versenyképes ipari nagyhatalommá váljon mindössze 10 év alatt. Az országnak egy nagy energiabázist kellett felépítenie, és előtérbe kellett, hogy helyezze a nehéz és a hadiiparát. Mialatt fel kellett áldozza a fogyasztói ipart és a mezőgazdaságot, azaz az emberek jólétét. Az egész gazdaságot az állam működtette, amely meghatározta az időkeretet, a módszereket és a fejlesztések prioritásait. Időközben a harc az utódlásért gyors léptekben folytatódott, és minden lépés Sztálin győzelméhez vezetett. 1925-ben a triumvirátus kényszerítette Trockijt, hogy mondjon le. Miután Zinovjev és Komenyev megásták a Vörös Hadsereg megteremtőjének sírját, megásták önmagukét is, mert Sztálin tervében az szerepelt, hogy amint elvégezték feladatukat, eljön az ideje, hogy eltűnjenek. Erős csoporthoz társult, hogy legyőzze a ránézve veszélyes elemeket, majd egy másik szövetséges csoporttal rokon szenvezett, hogy megbuktathassa a korábbit. Ez persze csak taktika volt, melyette Grúz az 1920-as években rendszeresen alkalmazott, hogy abszolút uralmat szerezzen. Végül fő riválisát 1928-ban hatástalanította. Trockijt bilincsben vitte a vonat a számüzetési helyére. Sztálin Trockij nevét kezdte használni az árulás szimbólumaként. Trockij követőit azzal távolította el, hogy rájuk aggatta a hazaárulói címet. Ideális bűnbakok voltak, és minden felelősséget rájuk lehetett hárítani az ország gazdasági összeomlását, a munkások lázadásait és egy szervezetlen kormány minden hibáját. A zsarnok folytatta rendszere kialakítását. Bárki merészelt vele ellenkezni, azt azonnal hatástalanította. Senki nem merte a továbbiakban nyíltan kritizálni. A párt irányítási diktatúráját alakította át egy egyszemélyes diktatúrává, és ezután nekilátott, hogy leigázza az embereket a saját kénye kedvére. A sztálinizmus. Az orosz történelem sztálini korszakára a következők voltak jellemzők. A diktatórikus személyi kultusz, az 5 éves tervek és egy fejletlen mezőgazdasági ország gyors átalakítása ipari nagyhatalommá.
óriási energiaállomások épültek még a legsivárabb területeken is. Az ipari városokat egy hatékony vasúti hálózattal kötötték össze. Sztálin a Vörös Hadsereget a világ leghathatósabb hadseregévé alakította, ezzel megszületett a szovjet háborús gépezet. A fegyvergyára különböző harckocsikat állítottak elő. A repülős technika csúcs technológiai gyöngyszemeket alkotott. A legtöbb orosz nem csak hogy belenyugodott a sztálini diktatúrába, de egyenesen támogatta. Rezsim a teljes engedelmességen alapult, csak az ő akarata számított, és senki nem állhatott az útjába, még az ortodox egyház sem. Sztálin megparancsolta, hogy pusztítsák el a vallásos ikonokat. Ő lett Oroszország atya, a képmása minden otthonban ott kellett lógjon. Az új hit nevében Sztálin leromboltatta a templomokat, önmagán kívül nem tűrt el másik istent. Jól működtek a gazdálkodások, mivel tervszerűen alkalmazták a legmodernebb technikákat. Természetesen nem virágozhattak volna így, ha nem támogatja őket egy erősen fejlődő ipar. Sztálin elindította gyors iparosodással kapcsolatos kampányát a patriotizmusra appellálva. Az első 5 éves terv 1928-ra ért véget. Fiatalok ezrei dolgoztak a gyárakban, a szocialista szülőföld eljövendő gazdaságáról álmodozva. A mindenki számára azonos bérezést, mely a korai bolsevizmus egyik elve volt, megszüntették. Ezzel versengést és veszélyes vetélkedéseket idéztek elő, a növekvő személyes haszon csalóka reményében. Az évi növekedési mutatók elképesztők voltak, akad 20%-os is. Megsokszorozódott a szén, vas, arany, acél, öntött vas és olaj előállított mennyisége. Szabadalmakat, képezeteket és növényeket vásároltak. Nyugati szakembereket toboroztak. Moszkva időben és kemény valutában fizetett, amit a nyersanyag exportjának köszönhetett. Persze úgy, hogy a külföldre eladott búzát az éhező gazdaságoktól vette el. Így módon keletkezett egy inkább mennyiségi, mint minőségi ellenőrzésen és szoros fogyasztási korlátozásokon alapuló gazdaság. A terv szédítő sebessége szembe került a párt osztályvezetőinek felkészületlenségével és egy engedetlen munkásosztállyal, ami nemrégiben urbanizálódott. A balesetek száma, a veszteségek nagysága és a hulladék nagysága egyre nőtt, azon kihallgatásokkal egyenesen arányban, melyek meg nem történt szabotázsokról szóltak. Az 1930-as évek elején Oroszország egy fejletlen mezőgazdasági ország volt. Sztálin elrendelte, hogy vegyék a gazdálkodást társadalmi tulajdonba, bármi áron. Egy tolvonással elvágta a népesség 4/5-ének megélhetési lehetőségét. A sikeres gazdálkodók, azaz a kulákok elszánt ellenállásának következtében a rendelet egyenesen polgárháborúhoz vezetett a mezőgazdasági területeken. Erőszakos követelési hullám indult meg. A titkos rendőrség elkobzott minden felhalmozott készletet. A propaganda a jómódú földbirtokosokat a nép ellenségének kiáltotta ki, akiket ki kell törölni a társadalmi osztályok soraiból. Sztálin a karrierjének csúcsára ért. 55 évesen a bolygó 1/6-ának ura és egy új világ építésze volt.
Ebben az időben alakjának erőszakos kultuszát rengeteg szobor, mellszobor, portré, film és poszter dicsőítette. Kötelező parád és felvonulások voltak az új vallás, a marxizmus-leninizmus szentmiséi, és persze Sztálin volt a legfőbb pap. November 7 volt a nagy októberi forradalom 15. évfordulója. Moszkvában az emberek a tereken táncoltak, míg az egész országban milliók éheztek. Egy éves éhezés következett, és 1933-ban az élet rendkívül nehézé vált. A Szovjetuniónak volt egy másik arca, ahol egy új elit kezdett meghonosodni. A kormányzati képviselők élvezték az olyan kiváltságokat, mint a szolgálati autó, hajókirándulások és mulatozások. A zűrzavar, amit Sztálin ipari átalakítása idézett elő, 1934-ig tartott. A diktátor ekkor a 17. pártkongresszuson már be tudta jelenteni az ország első pozitív eredményeit. Eljött az ideje az ajándékozás megtévesztő szerepének, mellyel egyesek önfeláldozását ismerte el. Sztálin véghez vitte a csodát. Egy bányász, Alexej Stahanov 14 alkalommal jócskán túlhaladta a napi szénkitermelési átlagot. Ez csak egy reklámfogás volt, de ezzel elkezdődött Sztálin megtervezett törekvése, a stahanovizmus, egy mozgalom, mely a termelés fokozását és racionalizálását célozta meg. Ekkor már volt elektromos áram az egész országban. A Szovjetunió ipari nagyhatalommá nőtt. Az éhínséget és az éhezést legyőzték. Még ugyanebben az évben különleges bíróságok kezdték meg működésüket. Megkezdődött a tisztogatás, és elkezdték a kivégzéseket. Az 1935. április 7-i dektétum elrendeli, hogy minden létező büntetést, így a halálbüntetést is, a 12 évet betöltött fiatalokra is kötelező kiróni. Egy másik rendeletet is hoztak, mely arról szólt, hogy a hazájukból száműzötteket le kellett lőni, és családjaikat deportálni kellett. A hosszú utat állatszállító vagonokba, embertelen körülmények között tették meg, és a letartóztatottak megtizedelve érkeztek büntetésük helyszínére, amit úgy hívtak a gulág. A gulág. Alekszandr Szolzsenyicin író teremtette meg a gulág szót, és neki köszönhető, hogy a szovjet koncentrációs táboroknak egyetemes szinonimája lett. A gulág kifejezés a koncentrációs táborok általános vezetését jelenti. Aki ott nem teljesített megfelelően, azt agyonlőtték, mint szabotőrt. A hastifusz és a skorbut helyi jellegzetesség volt, és a halálozási szám ennek következtében hihetetlenül magas. Tömegeket mészároltak le. A gulágok voltak a horror igazi urai, de a szovjetek számára a koncentrációs táborok az átnevelés intézményei voltak. Azok a szerencsések, akik egyáltalán túlélték a borzalmakat, szabadon bocsátásukkor teljesen átnevelt szovjet állampolgárok voltak, akik készen álltak a munkára és azt kiáltani, hogy éljen Sztálin.
Azok, akiket kényszermunkára ítéltek, kemény hidegben és kevés élelmiszeradag mellett dolgoztak az ipar helyreállításáért. Újabb és újabb gulágok jelentek meg mindenhol. Mindig odaépültek, ahol tömeges kényszermunkára volt szükség az országban. Az emberi élet nem számított, ha a nagyszerű szocializmus létrehozása volt a cél. A táborok és az egész gulágrendszer közigazgatása nagyon hatékony módon működött a kényszermunkára vitt, halálra ítéltek tömeges mészárlások tekintetében. Az emberi életnek egyáltalán nem volt értéke. A táborok olyan rabszolga intézmények voltak, amilyet még nem látott a világ. Az egész rendszer az erőszakra, a hazugságra, a kegyetlenségre, a vérre és a hullahalmokra épült. Mindemellett a következő szóhasználat vált általánossá a foglyok között. Ha a nagy Sztálin tudna erről az egészről. A nagy terror. Sztálin tisztogatása kiterjedt a párt alacsonyabb szintjére, az államaparátusra, a hozzátartozókra, a barátokra és a közönséges emberekre is. Egy szisztematikus boszorkányüldözés volt, ahol már csak egy sejtés elég volt bárki elítéléséhez. Példanélküli gyilkosság és erőszak hullám futott végig az ország egész területén. Még a hadsereg is áldozatául esett az úgynevezett nagy tisztogatásnak. Sztálin félt a katonáktól, attól félt, hogy ellene fordulhatnak. Nem létezett olyan ítélet az egész Szovjetunió területén, amiről Sztálin ne tudott volna. A főbelövés legfurcsább és legnyugtalanítóbb következménye a vádlottak gyónása volt. Vétkesnek vallották magukat a leggyalázatosabb bűnökben, rágalmazó megjegyzésekkel bélyegezték saját eszméiket. Ártatlanságuk legszilárdabb bizonyítéka ellenére bizonygatták bűnösségüket, és a nagy Sztálinról zengtek dicshimnuszt, aki visszavezette őket a helyes útra. A legenda győzedelmeskedett. Sztálin az emberek barátja, a gyermekek barátja. A legkedveltebb megrendezett jelenete az volt, amikor egy gyermek virágcsokorral felé rohan. Valójában a szovjet népességnek legalább fele nem tudta, ki volt Sztálin. Egy alacsony férfi keskeny vállakkal és himlőhelyes arccal. Képmásain méltóság teljesen széles vállakkal tűnt fel. 1936 az új alkotmány éve volt, melyet a világ legdemokratikusabb alkotmányaként tüntettek fel, mivel biztosította polgárainak a létező összes alapvető szabadságjogot. De hatályba soha nem lépett, még csak egy napra sem. Ebben az évben sok bírósági kihallgatás is volt, melyek során Sztálin erkölcsileg és fizikailag gyorsan elpusztította nem csak a Lenin köré formálódott egész kormányzati csoportot, de támogatói közül is azokat, akiket úgy ítélt meg, hogy megbízhatatlan vagy gyenge. Sztálin a pártra akarta erőltetni rendíthetetlen hatalmát, és látta a tagok közül, kik a lehetséges riválisok, szemtanúk vagy a hajthatatlan bűnrészesek. ...1937-ben a rettegés dominált a Szovjetunió minden pontján. Rettegés a besúgóktól, mivel Sztálin példanélküli hajtóvadászatba kezdett. A titkos feljelentés volt egy tisztes állampolgár legnagyobb ismérve. A titkos szolgálat informátorokat toborzott, akiknek a feladata az volt, hogy legalább 5 embert leplezzenek le.
Ha csak 4 nevet tudtak felmutatni, akkor az 5. automatikusan az övék volt. Ha valaki bosszút akart állni egy régi haragosán, csak annyit kellett tennie, hogy gyanúsítottnak jelenti be a személyt, és azt azon nyomban letartóztatták. A vallomásokat erőnek erejével kényszerítették ki. A vádlottak akármilyen bűnt bevallottak a fizikai fájdalom hatására, még azok is, akik semmit nem követtek el. 1938. március 12-e Moszkva. Andrej Viszinszky, a párt ügyésze, vezeti a hadsereg vezetőinek nyilvános bírósági tárgyalását. Sztálin a bűnvádi eljárás elé állítja Grigori Zinovjevet, a Nemzeti Szocialista Párt korábbi elnökét, Kamenyevet, a párt vezetőt, Karl Radeget, a Trockij támogatta forradalmát, Mihail Tukacsevszkijt, a Vörös Hadsereg ellátmányozási vezetőjét, Nikolaj Krezinszkijt, a német nagykövetet, Alekszej Rikovot, a tanácshozó testület volt elnökét, és Nikolaj Bukharint, a párt teoretikusát. Második világháború előestéjén ezekkel a perekkel Sztálin lefejezte a Vörös Hadsereget és az államot. Sztálin és a háború. Oroszország politikailag elszigetelt volt, és a határai gyakorlatilag nyitva álltak a lehetséges támadások előtt. Sztálin belevetette magát az európai diplomáciai játékba azzal az elhatározással, hogy erős szövetségeseket keres. Azonban a demokrácia olyan gyanakvóan tekintett a bolsevikokra, mint amilyen félelemmel tekintett a növekvőben lévő hitleri nemzeti szocialista párt a Németországban. Az 1938. szeptember 30-ai müncheni egyezményben Franciaország és Nagy-Britannia miniszterei átruházták Hitlerre Csehszlovákiát. Ez a tény arra sarkalta Sztálint, hogy Németország felé nyisson. Hitlert nagyon érdekelte egy Oroszországgal köthető egyesség, mivel terveiben szerepelt Lengyelország inváziója, és számára kapóra jött a keleti végek biztonsága. 1939. április 23-án megszületett a meg nem támadási megállapodás, és Hitler nyugodtan kirobbanthatta az ő villámháborúját. Szeptember 1-én a Wehrmacht megtámadta Lengyelországot. A hadizsákmány megosztása került a kettejük között létrejött megállapodás titkos záradékának értelmében. Tehát nem csak Lengyelországot, de Sztálin még a balti országokat is, azaz Finnországot és Románia egy részét is megkapta, mindazt a területet, mely valaha a cári birodalomhoz tartozott. Sztálin elküldte a már eleve gyenge vörös hadsereget Lengyelországba. A nácik egy különleges SS különítményt alkottak, hogy letöröljék a föld színéről a zsidó polgárokat. Eközben 20 000 lengyel tisztet mészároltak le, lőttek fejbe azon a területen, amit a szovjet erők foglaltak el. Ez volt Sztálin egyik háborús bűne. Hitler Európa urának érezte magát, és a továbbiakban már nem érdekelte a semleges orosz barátság. Életteret keresett az ária fajnak, és az óriási keleti vidék felé kezdett kacsingatni. De a Kreml fejedelme biztonságban érezte magát a Führerrel kötött meg nem támadási megállapodás miatt. Tábornokai tanácsának ellenére sem volt hajlandó semmilyen óvintézkedést végrehajtani, még az invázió előestéjén sem. Ez alatt az idő alatt, ha bárkit bárhol a szovjet birodalomban úgy tekintettek, mint a zsarnok lehetséges riválisát, azt azonnal likvidálták. Sztálin keze még a távoli Mexikóban is elérte Trockijt.
1940. augusztus 20-án egy merénylő jégcsákánnyal ölte meg őt. június 22-én német csapatok megtámadták Oroszországot. A Vörös Hadsereg nemrégiben lezajlott tisztogatástól legyengített vezetői kara ellentmondó magatartásformákról számolt be. Tömeges megadásokról, hősies kitartásról, illetve sokak önfeláldozásáról. Kevesebb mint egy hónap alatt Hitler katonái 700 kilométerre törtek be az ország területére. A zsarnok az ellenség kezére került katonákat árulónak tekintette. Bárki, akit rajta kaptak, hogy nem áldozta fel magát, bűnösnek bizonyult, és kivégezték. A nép úgynevezett ellenségeit, azaz a katonaszökevényeket, a gyávákat és a félelemben élő fiatal férfiakat naponta végezték ki. A németek 30 kilométerre voltak a fővárostól, de a Tél, az oroszok hagyományos szövetségese megállította a náci inváziót. Stalin ellentámadásba lendült Moszkva megmentésére, és Hitler csapatait drámai megfutamodásra kényszerítette, mely az első megalázó vereség volt a megannyi győzelem után. Hitler kierőszakolta, hogy Stalin tagja legyen a náci ellenes szövetségnek. Ezerkilencszáznegyvenegy szeptemberében Hitler csapatai elérték Leningrádot, és leigázták azt egy drámai ostrom során. Hitler elrendelte, hogy a forradalom szimbólumának számító várost a földdel tegyék egyenlővé. Stalin utasította a város lakóit, hogy álljanak ellen az utolsó szál emberig. A város még soha nem élt meg ilyen poklot, és nem látott még ennyi halált, mint Leningrád. Úgy tűnt, Stalin tanult a saját hibájából. Cselekvési szabadságot biztosított tábornokainak, hogy maguk nyerjék meg a csatáikat, míg ő a neki köszönhető dicsfényben fürdőzött. A német csapatok 1942 tavaszán érték el Stalingrádot, ami szintén az ország egyik szimbóluma volt. A polgárháború idején a várost még Caricinnek hívták. Ez még akkor volt, mikor Stalin átesett a tűzkerettségen. A német légierő a várost kegyetlenül lebombázta. 50 ezer civil halt meg. Harcok zajlottak a barrikádokká és lövészárkokká alakított gyárak és házak romjai között. Stalingrádban Stalin bejelentette 227. kegyetlen rendeletét. Egy lépést se hátrálhatunk. Thank you.
Hitler akarata ellenére von Paulus megadta magát a Vörös Hadseregnek 1943. február 2-án. Sztálin fia Jakov német hadifogságban volt, amikor a diktátornak felajánlották, hogy cserélje el von Paulust a fiára, akkor úgy vélte, nem volna tisztességes egy tábornokot egy fiatal tisztre cserélni. Jakov egy koncentrációs táborban halt meg, miután a nagy feszültségű kerítésnek vetette magát 1943-ban. A Vörös Hadsereg visszafoglalta majdnem kétharmadát annak a területnek, amit korábban elvesztett. Sztálin Moszkvából követte nyomon a Vörös Hadsereg legfelsőbb parancsnokságának hadműveleteit, és ez alatt néhány dolgot megváltoztatott belföldi politikáján. Egyességre jutott a honvédő orosz ortodox egyházzal, és újból bemutatta Moszkva pátriárkáit. Újra bevezette a hierarchiát, a társadalmi osztályokat és a cári éra kitüntetéseit. Új himnuszt választott az Internacionálé helyett, amely megfelelően magasztalta fel a legyőzhetetlen és elpusztíthatatlan Szovjetuniót. A szövetségesek első csúcs találkozója Teheránban volt 1943-ban. Ez volt Sztálin első nagy diplomáciai és politikai győzelme. Roosevelt szívesen alakította meg Sztálinnal az Egyesült Nemzetek Szövetségét annak érdekében, hogy az elkövetkezendő évtizedekre biztosítsa a békét a győztesek égisze alatt. A hármak következő csúcs találkozója 1945. februárjában Jaltán volt. Rooseveltnek és Churchillnek szövetségesre volt szüksége ahhoz, hogy fel tudják gyorsítani a háború befejezését. Eközben a Vörös Hadsereg éppen behatolt a kelet-német területekre. Jaltán Sztálin belépett az Egyesült Nemzetek Szövetségébe, de csak azzal a feltétellel, ha három helyet kap, egyet a Szovjetuniónak, a másik kettőt pedig a szovjet-belarusz és ukrán köztársaságoknak. Churchill és Roosevelt beleegyezett, hogy eltolják a lengyel határt nyugat felé Sztálin kívánsága szerint, aki cserébe szabad választásokat és demokratikus fejlődést ígért. Április második felében megkezdődött Berlin ostroma. Sztálin azt akarta, hogy a Vörös Hadsereg foglalja el Berlint, még mielőtt az angol-amerikai szövetségesek megérkeznek nyugatról. Berlint egy tűzzápor után foglalták el, május 2-án. A város két nappal Hitler öngyilkossága után megadta magát. ...1945-ben, miután az amerikaiak ledobták az atombombát Hiroshimára és Nagasakira, a szövetségesek megnyerték a háborút. A sztálini kultusz határtalannak tűnt. Sztálin most azt akarta, hogy úgy gondoljanak rá, mint a legyőzhetetlen tábornokra, aki legyőzte Hitlert. A győzelemért a Szovjetunió nagyon nagy árat fizetett. 27 millió életet. Ami főként az ő stratégiai hibáinak volt köszönhető, de bal szerencse lett volna bárkinek is még csak említeni is ezt a tényt. És most ő volt a legfőbb uralkodója a szovjet kontroll alatt álló kelet-európai nemzeteknek. Potsdam. A három delegáció létrehozta végső hivatalos megállapodását.
A nagy hármak elhatározták, hogy végleg romba döntik a náci világnézetet, és megtesznek minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy elérjék, a németek soha többé ne tudják fenyegetni a világbékét. A hidegháború. A diktátor idegen gyűlölete és paranoiája fontos szerepet játszott egy új világ vezérelvének kialakításában. Sztálin egyik csatája követte a másikat egész életén át. Mindig volt egy szétmorzsolandó, ütőképes csoport, és a diktátor üldözte azokat annak érdekében, hogy megvédje önmagát. Az új hadjárat a zsidók ellen indult. Művészek és értelmiségiek ezreit deportálták a gulágokba. A bűnük a világpolgárság volt. Az acélember fején eddig fényesen ragyogó glória dicsvénye hamarosan Oroszországban mindenütt kialudt. Az új helyzet nagyon hasonló volt a korábban kialakulthoz. Kevés volt az élelem, nem voltak termelési eszközök. A népességnek újabb és újabb áldozatokat kellett vállalnia. És előkerült egy áthatolhatatlan vasfüggöny is azért, hogy teljesen elszigetelje az oroszokat a kapitalista világtól. A bolsevik öntudat ismételten nagyon népszerű lett, időközben a feszültség nyugat és kelet között egyre nőtt. Az Amerikai Egyesült Államok a Marshall-tervvel szembehelyezte magát a keleti növekvő bolsevik politikai fejlődéssel, így Nyugat-Európa amerikai segítséggel talpra állt, és szembe tudott szállni a keleti kommunista övezettel. 1947. márciusában az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan is jóváhagyta a hidegháborús állapotot. Amerika szívesen adott segítséget bármely nemzetnek, mely ellenállt a kommunizmusnak. A kölcsönös bizalmatlansági helyzet egyre jobban elmérgesedett. A világ visszafojtotta lélegzetét és attól tartott, hogy egy új háború veszélyeivel kell szembenéznie. Négy évvel az Amerikai Egyesült Államok után Sztálin is rendelkezett atombombával. Oroszország nukleáris nagyhatalom lett. Moszkva, 1949. december 21. Bolsoj Színház. Sztálin a 70. születésnapját ünnepli. Ez személyi kultuszának diadala. Mindenki emelkedett hangulatban volt. A nép atya, az emberiség legnagyobb géniusza, minden haladó emberiség vezetője. A sztálini kultusz elérte a csúcspontját. Sztálin utolsó évei. Iosif Sztálin utolsó évei a hanyatlás évei voltak. Vasili és Svetlana Nagyesdával kötött házasságából született. Vasili egy hamar az alkohol rabjává vált fiatalember, a légierő pilótájaként akart karriert csinálni. Így otthagyta az iskolát, és Sztálin kinevezte a szovjet fegyveres erők legfiatalabb tábornokává. Svetlana, aki az apja kedvence volt, nyílt összetűzésbe került vele felnőtt korában.
Az öreg diktátor félt az emberektől és a hűbéreseitől. Bizalmatlan volt, és úgy érezte, mindenhol az ellenségei veszik körül. Nem bízott senkiben sem, még abban sem, hogy ő maga mit mond bizonyos körülmények között. A sztálinizmus olyan vénnek tűnt, mint az alkotója volt. Oroszország azonban ekkorra a világ második ipari és katonai hatalma lett, és a vasembernek köszönhette ezt az új helyzetet. 1952 vége felé az a szóbeszéd járta, hogy a Kreml orvosa összeesküvés szőt, hogy merényletet kövessen el az ország atya ellen. Ez egy remek alkalom volt arra, hogy bebizonyítsák az embereknek, hogy az, akinek magas hivatali beosztása van, nem csak életeket menthet meg, de ölhet is vele. Ez Stalin egy régi stratégiája volt, mely arra szolgált, hogy ösztönözze a széles néptömegeket és indokolja a legújabb tisztogatási hullámot. Mindez csak a halálával érhetett véget. Egy zsarnok halála. 1953. március 2-án Stalinnak rohama volt, és a tiszti szolgái képtelenek voltak segíteni. Március 5-én a sajtóiroda hivatalosan közölte, hogy az ország vezetője, Stalin, agyvérzésben meghalt. A diktátor 73 éves volt. Testét Lenin mellé helyezték a Vöröstéri mauzóleumba. Az emberek között voltak, akik sírtak, és voltak, akik megkönnyebbülve sóhajtottak fel halálakor. Szirénák hangja szólalt meg az egész kommunista világban egy percre a gyászjeleként. Vasili a temetése után Tivornyán vett részt. Később elbocsátották a hadseregtől, és a hátralévő napjait börtönbe töltötte. Svetlana elhagyta az országot, melyet apja vasököllel uralt, és a nyugathoz folyamodott politikai menedékért. 1971. augusztus 7-én a Szovjet Történelmi Enciklopédia legutolsó kiadásában Stalin kritikával illették az 1930-as értelmetlen vérfürdők, a tisztogatás, a háború alatt és a gazdaság átszervezése során elkövetett hibák miatt. De a vád, amit a diktátorra rótak ki, az általa kidolgozott rendszerről is szólt. Vádolták, hogy vajon máshogy alakult volna-e, ha valaki más tett volna az ő helyében. Stalin a vörös isten. Az emlékműveit azért emelték, hogy ügyeljenek minden falura. Ma a képmásai porfogónak állnak halomban a kereskedők boltjaiban, és csak emléktárgyűjtők keresik.